Sárosi Péter vagyok, a Drug Reporter oldal szerkesztője, és ez itt a Drug Reporter Café. A drogpolitikai érdekességekről, hírekről beszélgetünk szakemberekkel ebben a műsorban. És ezúttal a vendégünk Kun Bernadett, aki az ELTE-PPK, tehát a Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi docense és pszichológus. És nemrég jelent meg egy könyve a munkafüggőség témájában és erről a szeretnénk most beszélgetni. Igazából a mai világban annyi mindenre mondják azt, hogy, hogy függőséget okoz, van pornófüggőség, meg internetfüggőség, meg már szoláriumfüggőség, meg mindenféle dolgokról beszélnek, és hogy sokan azt mondják, hogy ez már így kicsit túl van spilázva, vagy túl sok mindenre mondják, hogy függőséget okoz, és egyébként is már a levegőtől, levegőtől is függők vagyunk. Hogyan lehet megmondani azt, hogy, mi a különbség mondjuk a levegőfüggőség, meg mondjuk egy valódi addiktológiai szempontból a függőség között. Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek. Hát az egyik fontos dolog, hogy hány embert érint a társadalomban ez a probléma. A munkafüggőségnél azt láthatjuk, hogy ez, ez egy igen elterjedt dolog, még akkor is mondhatjuk ezt, hogy, hogyha még nem tudjuk igazán pontosan eldönteni, hogy ezt hivatalosan betegségnek tekinthetjük-e vagy sem. Jelen pillanatban egyébként azt tudjuk, hogy nem, tehát nincsen benne a diagnosztikus rendszerekben. De fontos az, hogy, hogy a különböző társadalmakban és legkülönbözőbb országokban is látható, hogy, hogy nagyon sok ember azt tapasztalja, hogy olyan mértékben túlzásba viszi a munkát, és ezt nem azért teszi, mert anyagilag rászorul, hanem mert egy nagyon erős belső kényszert érez erre, hogy annak már nagyon sok számos negatív következménye van. Egy szolárium függőnél azért azt láthatjuk, hogy lehet, hogy egy-egy ember azt mondja magáról, vagy az ismerős azt mondja rá, hogy hát ő annyit szolizik, hogy ő már addig. de, de azért ezt nem, nem, tekinthetjük egy, egy társadalmi problémának, egy civilizációs problémának, tehát mindenképpen számít, hogy mennyi embert érint ez a dolog. A másik pedig az, hogy ténylegesen ö, arról van ez szó, hogy van egy, egy jól körülírható ö, tünetrendszer, vagy, vagy kritériumrendszer, a szolárium függőségnél azért ott, ott, valami más is lehet a háttérben, akár egy testképzavar, vagy, vagy, egész egyszerűen nem tudom, egy olyan, olyan fajta szokásmód, aminek nincs köze a patológiához. A munkafüggőségnél azért már nagyon sok olyan kutatás van, és akár terápiás tapasztalat, ami arra utal, hogy ez egy rendszer szintű jelenség, és nem csak egyéni esetekben, akár valami más problémát el takarva húzunk rá egy addikciós szünetet, hanem itt, itt, ténylegesen megjelennek olyan fő jellemzők, amire azt mondhatjuk, hogy a túlzott kényszeres munkavégzésnek az ismérveit foglalják össze. Sokat írsz a, a könyvedben a magyar közmondásokról, amik hogy megtestesítik így a társadalomnak a különféle hiedelmét és gyakran tévhiteit is. És egyet idézek, hogy három dolog egészséges eleget nem enni, munkától nem futni és nem bujálkodni és hogy ugye ebbe is az van, hogy, hogy gyakorlatilag a, például az élvezet kedvérveló szex az egy ilyen megbélyegzett valami, de a munka bármennyi mennyiségben az egy, az egy, nagyon elfogadott, elfogadott dolognak számít. Tehát, hogy most gyakorlatilag te, ha jól értem, megkérdőjelezed ezeket a, ezeket a társadalmi ítéleteket, amik, amik értékítéleteket. Igen, tehát itt az a kérdés, hogy jó-e, hogyha ezt az üzenetet közvetítjük. Én nem szeretném ezeket megkérdőjelezni, tehát oda, odaig nem merészkedem a könyvemese, és most se szeretnék, hogy a, hogy a munkavégzés ez egy ártalmas dolog lenne. Inkább az a kérdés, hogy, hogy vajon mi az a szint, amitől kezdve már azt mondhatjuk, hogy, hogy ez már nem segíti a mi alkalmazkodásunkat, és rosszat tesz. És mi az, amikor még azt mondhatjuk, hogy ez tényleg boldogít és a lelki egészségünket segíti? Nagyon sokszor az addikcióknál szeretnének egy ilyen, egy ilyen jó, egyértelmű határvonalat húzni, hogy na, ha innentől kezdve, ha mondjuk még egy pohár, pohár alkoholt iszom a héten, akkor az már, akkor az már függősége vagy sem. Nagyon sokszor hogy a mennyiségben keresik a választ az emberek. És volt ilyen próbálkozás még a 80-as években, az egyik szerző azt mondta, hogy ha valaki legalább 50 órát dolgozik egy héten, akkor az munkafüggő. Ezt már már azt mondhatjuk, hogy ez, ez egy zsákutca, tehát nem, nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy vajon a túlzott munkavégzés miatt mi történik az életünk egyéb területeivel. És itt például így a visszatérve erre a kérdésre, amit feltettél, azt mondhatjuk, hogy ha annyira sokat dolgozik valaki, hogy emiatt például a kapcsolatai rámennek a munkájára, vagy minden egyebet elhanyagol az egészséget, mert például nem mozog soha, csak a gép előttül, vagy össze-vissza és nem figyel arra, hogy hogyan, tehát hogy az egészségi állapota milyen, vagy a korábban szeretett hobbiait már elhanyagolja a, a munka miatt, akkor mindenképpen érdemes elgondolkozni, hogy ez jót tesze az életével, vagy sem. A közmondás, amit idéztél, ez azért érdekes, és így ahogy említetted ezt a szexfüggőség példát, hogy, hogy itt ebben a közmondásban ugye arról van szó, hogy, hogy, minél kevesebbet szexeljen az ember, ahhoz, hogy boldog legyen, viszont hogyha ö, ö, abba gondolkozunk, hogy vajon a viselkedési addikciók közül minek van, a, van inkább pozitív megítélés, és minek van inkább akár negatív, akkor egyébként a szexfüggőséget sokan inkább a pozitív oldalra teszik, mert hát legalább nem a drogoktól függ, meg nem iszik annyit, hanem sokat szexelet, hát az jó dolog, az végül nem árt senkinek, gondolnák az emberek. De most a munkafüggőségnél is ez van, hogy ott azt gondolhatjuk, hogy ha valaki nagyon sokat dolgozik, az biztos, hogy, hogy akkor egy önfeláldozó ember, egy nagyon lelkiismeretes valaki, aki a családjáért küzd, aki mindent megtesz azért, hogy a családja jó, jól éljen, hogy sokat utazzanak, hogy meglegyen mindenük, illetve hogy a társadalomnak is mennyit segít, hiszen attól majd akár az adott cég és az egész ország is hát sikeresebb lesz. Csak az itt a, a probléma, hogy bár egy ideigenben még lehet realitás, és érheti nagyon sok siker a munkafüggő embereket, egy idő után ez vissza fog csapni, és akár egy teljesítményben is nagyon sok problémát fog tapasztalni a személy. 60-as évek végén Wayne Oates vezette be a workaholism, tehát az a munkaalkoholizmus fogalmát, és hogy itt ugye egyértelműen a párhuzam az alkoholizmussal, és felmerülhet az emberekben a kérdés, hogy miben hasonló és miben különböző a szerfüggőség, és mondjuk egy olyan viselkedési függőség, mint a, mint a munkafüggőség. Uh -huh. Abban mindenképpen nagyon fontos a különbség, hogy, hogy ez uralja az életet, tehát egy, egy komoly alkoholbetegnél ott minden nap kell, hogy alkoholt fogyasszon, és hogyha nincs ott az alkohol a hétköznapjaiban, vagy a... a az adott napjában, akkor, akkor nem tud funkcionálni. Egy munkafüggőnél ugyanígy a munka a legfontosabb, és hogyha például ebbe akadályoztatják, nem dolgozhat, elveszik a laptopját, vagy más feladatot kell csinálni, ami nem a munka, házi, házi, házi munka például, vagy, vagy akár a nem tudom hozzátartozókkal foglalkozni, akkor feszült lesz, zavarni fogja ez. Mondhatjuk akár azt, hogy megvonási tünetei lesznek, de nyilván egy szerfüggőnél ezek ezek konkrét ö, ö, testi tünetek is lehetnek, súlyos testi tünetek, például az alkoholizmus esetében. Ilyenről természetesen nincs szó a munka függő, tehát nem fog remegni, nem, nem, fog izzadni, nem, nem lesznek ö, görcsös rohamai. A biológiai szinten viszont nagyon, nagyon ideges lehet, nagyon frusztrálhatja őt az, hogy, hogy nem csinálhatja meg a dolgát, és azon kattoghat a magában, hogy még mennyi mindent meg kéne csinálnia, mi lesz, ha nem tudja ezt befejezni, és emögött viszont nagyon belső szorongások lehetnek, tehát nem arról van szó, hogy attól fél, hogy, hogy akkor nem tudom, anyagilag nem fog boldogulni, hanem például attól szorong, hogy elbukik, hogy megszégyenül, hogy, hogy, hogyha ő nem csinálja meg a feladatát, akkor nem lesz elég jó a munkájában, nem lesz elég sikeres, nem tudja azokat az elvárásokat, amiket saját magával szemben támaszt, azokat a nagyon magas elvárásokat megvalósítani. Szóval ez mindenképpen fontos, hogy egyrészt van egy ilyen belső feszültség szorongás, és hogyha nem, nem, jut hozzá a választott szerhez vagy viselkedéshez, akkor, akkor szenved. Aztán az is egy nagyon hasonló dolog, amiről az előbb már beszéltem, hogy hogy mivel mindent ural az életében ez a tevékenység, ezért az összes többit el fogja hanyagolni, nem fog azzal eleget foglalkozni, és azok sérülni fognak azok a területek. Ugye egy szerfüggő esetében bizony lehet, hogy akár a pénzét arra költi, hogy, hogy megszerezze az anyagot, és ezért a hozzátartozók a konfliktusai lesznek, vagy, vagy akár konkrét nehézségei. Itt az anyagiak nem így jelennek meg, hiszen ő hozza haza a pénzt. Tehát ebbe például van egy nagyon fontos különbség, hogy sokáig a család is azt élheti meg, hogy de jó annyit dolgozik, hogy nekünk is jó. Tehát igazából büszkék vagyunk rá. Tehát Ebben mindenképpen egy nagy különbség egy alkoholistára nem szokott büszke lenni a családtag, nem szoktak büszkék lenni a, a hozzátartozók, vagy akár a barátok, hogy de jó, ennyit iszik, vagy ennyit drogozik. Itt nagyon sokáig, és ez egy lényeges különbség, megkapja valóban azokat a pozitív megerősítéseket a közvetlen környezetétől, akár a partnerétől, akár a, még a gyerekeitől. De büszke vagyok apára, hogy ennyire halad előre, és ennyire sikeres, és ott nem tudom, mindenhol szerepel. Viszont utána azt veszi észre a hozzátartozó, hogy, hogy egyre. Több a, a hiány, amit, amit ez, a, ez a sok munka okoz az ő, ő életükben, tehát magyarul soha nincsenek együtt a munkafüggővel, még hogyha fizikailag otthon is van, akkor is dolgozik, vagy türelmetlen, ha nem hagyják dolgozni. Tehát egy idő után az a, az a sok pozitívum, az már egyáltalán nem fog számítani, hanem, hanem csak azok a, a, a hiányállapotok, amiket ez okoz. És ebbe azért természetesen itt már megjelenik a hasonlóság a szerfüggőséggel, de az elején sokkal több a megerősítés, ami, ami, a, a szeraddikciónál pedig inkább biológiailag jelenik meg. Tehát ezt talán még hozzátenném, hogy, hogy a, amikor valaki egy pszichoaktív szertől lesz függő, akkor ott ugye azonnali megerősítést kap. Tehát megissza az italt, rögtön ellazultabb lesz, oldódnak a gátlások, jobb kedve lesz, ugyanígy, ha elszív egy füves cigit, ugyanúgy azonnal tapasztalja ezeket az élményeket. A munkafüggőségnél ez nem feltétlenül van így, ez a, nincs akár egy ilyen eufória. Tehát nem az, hogy levül a gépelés, akkor á, de jó, hanem inkább sokszor az történik, hogy hosszú távon éli azt meg, hogy most ezt végigcsináltam, és akkor ennek megvan a gyümölcse. Akár egy, egy elismerés a főnöktől, vagy egy, egy kinevezés, egy előrelépés, vagy a cégnek valamilyen nagy sikere de nem akarom azt kizárni, hogy nem élhetnek meg ilyen pozitív érzéseket munka között, mert vannak azért olyan munkafüggők, akik, akik, amikor dolgoznak, akkor érzik azt, hogy na, végre ott vagyok, ahol, ahol, jó nekem, és mondjuk nem a többiek, nem tudom, panaszkodását, piszkálódását kell hallgatnom, vagy nem olyasmivel kell foglalkoznom, amit nem szeretek, hanem olyasmit csinálhatok, amiben, amiben azért vannak sikerek. És még egy dolog dolgozó azért itt ehhez hagyják hozzá, hogy ugyanakkor nem szabad összekevernünk a munkafüggőséget a munka iránti elkötelezettségtől. Az utóbbi az egy sokkal pozitívabb jelenség, és sokkal inkább kötődik a flóhoz, és sokkal inkább meg tudja az ember találni magát a, a a, a munkában. A munkafüggőkre inkább a kényszeres munkavégzés jellemzik, tehát amikor dolgozik, akkor, akkor, akkor sokkal kevésbé éli meg azt, hogy, hogy ő ebben tényleg jó és élvezi a munkát, tehát nem feltétlenül intrinzik motivációk jelennek meg a munka kapcsán, hanem inkább ezek a kényszeres olyan motivációk, amik arról szólnak, hogy elkerüljön valami rosszat, tehát hogy azért dolgozik sokat, hogy elkerülje például a bűntudatát, hogy nem csinálja meg a feladatot, vagy akár a szégyenérzetet, a szorongásait, akár a főnök lecseszését. Tehát nagyon sok olyan dolgot, ami, ami ilyen negatív érzés, és azt szeretné elkerülni, és nem arról van szó, hogy dolgozik, mert ezt annyira élvezi. Ez tök fontos volt, amit mondtál, hogy, hogy a munkafüggőség esetében nem beszélhetünk olyanról, hogy, hogy hogy csak a mennyiséggel lehet nem mérni ezt, hogy ki az, aki munkafüggő, mint mondjuk az alkoholizmus esetében vannak, hogy a nagyivó az ennyi és ennyi egység alkoholt iszik meg, és akkor vannak erre ilyen mindenféle mérőeszközök, de hogy... Hogy, hogy aki mondjuk szeretné a saját életét vagy saját magát megvizsgálni, van -e esetleg egy olyan, nem tudom, checklist, amit így végig kell nézni az embernek, hogy, hogy akkor mik a jelei annak, hogy én, uh -huh. én, én nem csak egyszerűen sokat dolgozom, hanem munkafüggő vagyok. Uh -huh. A könyvben is van egyébként ilyen segédlet a mellékletben két kérdőévet is lehet találni. Ezeket érdemes kitölteni. Nyilván ezek ilyen szűrőtesztek, tehát ez azt tudja megmondani, hogy ha egy adott pontszámot ér el a személy, akkor, akkor, már érdemes ezzel foglalkoznia. Az egyik, az pont ez lehet, hogy hogyha nem dolgozom, akkor feszült vagyok például, akkor, akkor, akkor akár idegesebb, feszültebb, irritáltabb, türelmetlenebb vagyok, egy másik jel lehet például az, hogy mindent ő szeretne kontrollálni, tehát nem szeretné kiengedni a kezéből a dolgokat. Nagyon jellemző a munkafüggőkre, hogy, hogy hát ilyen kontrollmániájuk van, és ezért nehezen tudnak feladatokat átadni másoknak, tehát ez a delegálás nagyon nehezen megy, hiába van sok teendője, és ott vannak körülötte a kollégák, és van, akinek akár még ez bele is férne az életében, nem adja oda. Ebben természetesen több dolog is lehet a háttérben, de az egyik ez, hogy, hogy ő szeretné megcsinálni, ő, ő akar bizonyítani, illetve akár az is benne lehet, hogy mert ő ezt jobban látja. És ez sokszor a, például a főnöki vagy egy ilyen magas pozícióban lévő embereknél jellemző lehet, hogy hogy attól tart, hogyha átadja ezt a feladatot, akkor, akkor ez biztos nem fog olyan jól megvalósulni. Tehát mindenképpen ez a delegálási nehézség, kontrollmánia, ez, ez egy fontos jel lehet. Aztán az is egy, egy a checklistben egy ilyen lehet, hogy hogy mennyien panaszkodnak, hogy túl sokat dolgozik a másik. Tehát ez fontos, hogy a hozzátartozóknál ez megjelenik-e, hogy gyere már haza, megint, mikor jön, mik, megint olyan késő jöttél haza, hát ne dolgozz annyit, legyen már velünk többet. Szóval a, a hozzátartozók panaszkodása az mindenképpen. Aztán lehet az is egy checklist, hogy azt veszi észre, hogy rosszul alszik, nem alszik eleget, ö, akár más ilyen fizikai panaszai vannak, nagyon fáradékony, ö, nem tudom, fáj már a háta vagy a szeme a gép előtt tehát hogy testi panaszok is jelentkezhetnek, ez is egy, ö, ez is egy ilyen dolog. Talán ezeket említeném, és hát a megbanásról beszéltünk már, tehát az, amikor, amikor, egyszerűen azt, azt éli meg, hogy ha nem dolgozhat, akkor, akkor nem érzi jól magát a bőrében, ez, ez mindenképpen egy kiemelkedő. Szintén érdekes volt, amit említettél, hogy a munkafüggőkre jellemző az, hogy perfekcionisták és szégyent éreznek, hogy nem elég jók, és mindig azt akarják, hogy, 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 hogy hasznosak legyenek a környezetüknek. Pont ezzel kapcsolatban olvastam nemrég egy könyvet Brené Brown-tól, és ő is használ egy érdekes kifejezést, hogy felépülésben lévő perfekcionista, és hogy ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a, van -e, vannak olyan közös személyiségvonások, amik, 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 jellemzőek a munkafüggőkre, és hogy, hogy, hogy milyen tényezők vezetnek oda, hogy mondjuk az egyik ember az munkafüggő lesz, a másik meg nem. Tehát igen, az egyik a perfekcionizmus, az egy olyan személyiségvonás, ami határozottan együttjárás mutat a munkafüggőséggel. A másik, amit így a kutatások alapján egyértelműen meg lehet állapítani, az az alacsony önértékelés. És a harmadik, ami, ami még fontos, azt úgy hívjuk a pszichológia szaknyelvében, hogy negatív affektivitás, ami igazából arra utal, hogy, hogy valaki sokkal több ilyen negatív érzelemmel ö, éli az életét, akár ilyen érzelmi bizonytalanságokkal, akár néha ilyen depresszió, depressziósabb hangulattal, vagy, ö, vagy ö, aggodalmaskodással. Tehát mindenképpen megjelenik egy ilyen általánosabb, ö, ilyen negatívabb érzelmi világ. Ez a három, ami leginkább kiemelkedik, de ezen kívül azért vannak még olyan személyiségvonások, amik fontosak lehetnek, akár például a kényszeresség, ugye kényszeresen szeretné az életi, életének minden területét ilyen nagyon precízen és tökéletesen csinálni. A másik, ami ugyancsak egy-két kutatás van, de ott egyértelműen pozitív kapcsolatot találtak, az az A-típusú személyiség. Ez egy régi fogalom, és összefüggésbe hozzák a szívérrendszeri betegségek megjelenésével, és az A-típusú személyiségű emberekre az jellemző, hogy ők ilyen... Türelmetlenebbek, hirtelenebb személyiségek, nagyon versengőek, törtetőek, mindenképpen ők akarnak a legjobbak lenni, és akár ellenségesebbek is másokkal. <kül> és ez egyébként összefügg azzal, hogy mi is azt találtuk például a saját kutatásunkban, hogy a, hogy a munkafüggőknél az impulzivitás is magasabb értéket mutat. Ez azért érdekes, mert azt gondolnánk, főleg, hogyha valaki nagyon precízen, kényszeresen, lelkismeretesen dolgozik, hogy akkor nem az az impulzív alkat. És ez úgy tűnik, hogy mégse ilyen egyszerű, mert abban viszont látunk jellegzetességeket a munkafüggőknél, hogy akár egyszerre ugye több vasat tartanak a tűzben, nagyon sokat vállalnak, és a sok munkában így, így, ez a kapkodás meg tud jelenni akár, ugye a határidők betartása miatt, illetve akár úgy is megjelent ez az impulzivitás, hogy, hogy, hogy türelmetlen a kollégákkal szemben, hogy csináld már, miért nem haladunk, és így tovább. Tehát azt hiszem, hogy ezeket emelném ki leginkább, és a másik része a kérdésednek pedig ugye arra vonatkozott, hogy mitől lesz valaki, akár ilyen személyiségű ember, akár munkafüggő. Ugye itt a munkafüggőség kapcsán, ami, amiről biztosan nem tudunk még semmit, az, hogy ennek van-e bármilyen öröklött biológiai meghatározottsága. Mondjuk bizonyos személyes vonásoknak van, tehát hogyha azt veszük alapul, akkor azért mondhatjuk, hogy valahogy ez nem a semmiből jön biológiai szinten. Leginkább amiket vizsgáltak eddig, vagy amilyen megfigyelések vannak, azok inkább a családról szólnak, arról, hogy, hogy milyen családi légkörben élnek ezek az emberek, hogyan nevelkednek, vagy akár milyen megerősítéseket, üzeneteket kapnak a családban. És amit láthatunk, és így emlegetett például Óczot, ugye aki ezt a fogalmat megalkotta, hogy az ő édesapja is alkoholista volt, és van egy másik neves szerző egyébként, akit sokat idézek a könyvben, őt Brian Robinsonnak hívják és ő családterapeutaként dolgozott nagyon sokat munkafüggőkkel, és az ő apja is alkoholista volt, és ő is aztán rájött, hogy érinti ez a probléma. Tehát úgy tűnik, hogy a munkafüggőknél a, a családban a felmenők között megjelenő szenvedélybetegség lehet egy fontos tényező, például azért, mert a gyermek ilyenkor nagyon korán kerül felnőtt szerepbe, ugye ezt parentifikációnak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy olyan felelősségeket, olyan feladatokat kell ellátnia, olyan felelősségeket kap, és olyan feladatokat kell ellátnia, ami az ő életkorának még nem lenne életkor ez nem megfelelő, tehát nem lenne szabad például, hogy mondjuk ő csinálja meg a kis testvére uzsonnáját, hogy ő tanuljon vele, vagy nyolc évesen ő vásároljon be a családnak, azért, mert ott van egy szembetébeteg a családban. És hogyha ilyen nagyon korán ilyen felelősségteljes pozícióba kerül, és azt éli meg, hogy ő akkor jó gyerek, hogyha, vagy akkor szerethető, akkor, akkor működik a családban, hogyha ő, ő lát el ilyen feladatokat, és ő neki mindig oda kell figyelni, hogy, hogy ezeket a hát felelősségteljes feladatokat ellátsa, akkor ez bizony fennmaradhat egy ilyen tartós személyiségvonásként, úgy, hogy ő később serdülőkorban sem a haverokkal fog lógni, hanem tanul és, és teljesít, és ez így fennmaradhat az élete során egy ilyen legfontosabb ö, ö, motívumként, De azt is lehet látni a, a, a kutatásokban, vagy megfigyelésekben akár, hogy nem kell feltétlenül, hogy szenvedélybeteg legyen a családban, de lehetséges az is, hogy a a családban az az üzenet a legfontosabb, hogy a gyereknek mindig jónak és tökéletesnek kell lennie. Tehát akkor kap megerősítést, ha mindig ötösöket hoz haza, hogyha mellette három-négy tanfolyamra jár, meg megnyeri a, a nem tudom, fuvula versenyt, és még élsportoló is lesz belőle. Tehát, hogyha a szülők nagyon magas elvárásokat támasztanak a gyermek felé, akkor ezt interiorizálja, belsővé tesz, és ő válik ezáltal egy nagyon perfekcionista személy, és az önértékelése is úgy tud sérülni, hogy azt éli meg, hogy ő nem egy önmagában egy értékes valaki, akit feltétlenül, feltétlenül nélkül lehet szeretni, hanem akkor szerethető, akkor jó ember, hogyha ő teljesít otthon. Tehát ezeket mindenképpen érdemes kiemelni, de nyilván itt még nagyon sok kutatásra van szükség, hogy ezért ez pontosabban lássuk, hogy hogy lesz valakiből munkafüggő, és mondjuk miért pont munkafüggő lesz belőle, és miért nem mondjuk játékfüggő. A, a drogfogyasztásnál és a függőségnél azt látjuk, hogy nagyban függ az adott társadalomtól, hogy ezek a jelenségek mennyire elterjedtek, és hogy milyen formában elterjedtek. Mennyire kultúra és társadalom függő a, a, a munkafüggőségnek az elterjedtsége? Az az érdekes egyrésztről, hogy társadalmokon átívelő jelenségről van szó, tehát Akár hogyha mondjuk a, a nyugati és a távol-keleti kultúrát összevetjük, akkor mindenképpen azt mondhatjuk, hogy mind a kettőt erőteljesen érinti, viszont azért vannak különbségek is. Tehát nagyon kevés olyan kutatás van, ami, ami ilyen lakossági felmérésben vizsgálta ezt a kérdést. Három jelről tudunk, tehát három országról. Magyarországon kívül Norvégiából vannak adatok, és dél -korából. ez egy, az utóbbi egy nagyon friss eredmény, 2020-as publikáció és még Norvégiában és Magyarországon gyakorlatilag ugyanazok az eredmények születtek, ugye itt nagyjából ugyanarról a kultúráról beszélünk, legalábbis ilyen nagy viszonylatban, nyilván nagyon sok különbség van a két ország között, de mindenképpen így a nyugati kultúrához sorolható. Ott 7-8%-a érintett a, a, a felnőtt dolgozó lakosságnak, ezzel szemben dél közel 40%-a, tehát 39 egész 7, azt hiszem, az az érték, amit találtak ebben a kutatásban. Még hogyha jó kutatóként megpróbáljuk a módszertani esetleges tényezőket kiszűrni, ez akkor is egy nagy különbség, tehát biztos, hogy nem fogadhat csak abból, hogy, 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 milyen kérdőjévet használtak. Egyébként egy teljesen valid kérdőjévet használtak, mert azért korábban volt olyan kutatás, de Kanadában, ahol megkérdezték, hogy önmunkafüggő-e, Munkafüggőnek tartja magát, ezzel az ez egyetlen egy kérdéssel mérték, és egyébként akkor is 30%-ot találtak, pedig az Kanada, de láthatjuk, hogy ezért módszertanilag ez nem volt egy eléggé kifinomult euh, módszertan, és ez egyébként visszavezet bennünket a, a munkafüggőséggel kapcsolatos, akár társadalmi megítélések és mítoszok, vagy tévhitek körébe, hiszen nagyon sok ember azt gondolja, hogy, hogy ha ő nagyon sokat dolgozik, akkor ő lehet, hogy munkafüggő. De hogyha nem tudjuk, hogy miről van szó, akkor, akkor, akkor nehezebben tudjuk azt tényleg megragadni, vagy akár megítélni, hogy minket ez tényleg érinte. De visszatérve ezekre a kutatásokra, ott, ott pszichometriailag megalapozott, jól működő skálákat használtak, vagy használtunk mi is, és ennek alapján mondhatjuk ezt, hogy 7-8 versus hát 39 százalék, és itt azért azt gondolhatjuk, hogy ebben benne lehet ebben a különbségben az, hogy a, a távol-keleti kultúrában, és most ugye akkor koncentráljuk dél hiszen onnan származik ez az érték, ottan ezek a konfúciuszhoz köthető értékek, még ott vannak nagyon erősen a társadalomban, ami ugye azt képviseli, hogy nagyon sokat kell dolgozod a közösségért, és hogy te legyél mindenképpen szorgalmas, fontos a tekintély, fontos, hogy feláldozd magad akár a közösségért, és mindent megtegyél azért, mert akkor így lehetsz hasznos tagja a társadalomnak, és így, így leszel egy, egy, egy jó ember. A nyugati társadalomban ott azért sokkal fontosabb az egyéni érvényesülés, az egyéni teljesítmény, akár a, a versenyhelyzetben is az, hogy én egyedül mit fog elérni. A dél is megjelenik a versengés, de ott az is a közösség érdekében. Tehát azért teszek valamit, hogy, hogy értük, értük, tegyem. Tehát ez lehet egy ilyen tényező, ami miatt megjelenik ez a különbség, és talán pont azért is jelenhet meg, mert inkább felvállalják azt, hogy sokat dolgoznak, mert ott ez egy olyan érték, amit, amit hát megdicsérnek, és ami, 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 előre viszi az országot, és amit fontosnak tartanak, míg mondjuk nyugaton inkább láthatják azt, hogy hú, ennek már lehet, hogy azért ára van, lehet, hogy, hogy ezt nem kéne ennyire túlzásba vinni. A műsort, amit most nézel, egy non-profit civil szervezet készítette, amit sem az állam, sem a pártok, sem pénztáros Lőrinc nem támogat. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ti támogassatok minket, Légy szíves, látogassatok el a drogreporter.hu oldalra, ahol támogató tagjaink lehettek. Anélkül nem fogunk tudni működni, hogy ti néhány száz ember, akinek megér pár száz forintot havonta, támogasnátok minket. Köszönjük szépen! Engem mindig is nagyon izgattak a viselkedési függőségeknek és a drogfüggőségeknek az ilyen keresztmetszetei, meg, meg az ilyen hibrid verziói, és hogy itt felmerülhet az a kérdés, hogy ugye vannak olyan szerek, amiket kimondotta a munkavégzés fokozására használnak, mondjuk ott van a kávé, Michael polennek van egy érdekes cikke, amiben azt mondja, hogy a koffein volt az ipari forradalom és a kapitalizmus kialakulásának a motorja, és hogy tényleg az is egy kicsit olyan, mint a munkafüggőség, a koffein függőség, hogy olyan pozitívan fogjuk föl, és van ezzel kapcsolatban szakirodalom, hogy mennyire függ össze a, mondjuk például az ilyen szerek, mint a koffein fogyasztása, a munkafüggőséggel. Uh -huh. Nagyon kevés van arról, hogy, hogy a munkafüggők mennyi, mennyi és milyen típusú szert használnak, tehát sokkal többet kéne ezt nézni, mi is elkezdtünk ezzel foglalkozni, de még csak kezdeti eredmények vannak. Koffeinről van, tehát hogy azt lehet tudni, hogy valóban sokkal többet használnak, tehát ez, ez egyértelmű. Alkohol még az, ami felmerül egy-két kutatásban, ugye teljesen más szempontból. Ugye a koffeint inkább azért használják, hogy még tovább tudjanak dolgozni, még, még nagyobb teljesítménnyel, vagy akár éjszakában nyúlan tudjanak dolgozni. Az alkohol pedig inkább úgy kerülhet be a képbe, hogy egy nagyon stresszes hosszú nap után valahogy le kell nyugodni, valahogy, valahogy ki kell engedni a gőzt, valahogy el kell tudni aludni, és ebbe az esetben jöhet az alkohol. Nyilván nem napközbeni alkoholfogyasztásról van szó, mert az biztos, hogy hogy akadályozza a munkavégzésben, hanem talán inkább ez a, az esti-hétvégi. Ami szerintem még itt, és én is abszolút osztom a te véleményedet, hogy fontos lehet a stimulásoknak a vizsgálata, de erről egyáltalán nincs még kutatás, hogy akár az illegális szerek, hogy beléphetnek ebbe a, ebbe a térbe, hogy vajon esetleg a, a munkavégzés fokozására, a teljesítmény fokozására mondjuk akár az amfetamin és származékai, vagy akár a kokain, vagy vagy akár az új típusú pszichoaktív szerek, új stimulások, azok vajon megjelennek egy a munkafüggők körében. És egyébként erre, ahogy említettem, már elkezdtünk elemzéseket végezni, így pont a a legutóbbi 2019-es lakossági felvétel adatain, és az derül ki, hogy, hogy az új stimulások így kiemelkednek, és nem azt mondom, hogy hatalmas az együttjárás, de egyértelműen megjelenik, hogy a munkafüggő kockázati csoportban szignifikánsan több az új pszichoaktív szer, új stimulás használó, mint a nem munkafüggő csoportban. Ez azért érdekes szerintem ez a, ez a dolog, mert eddig inkább azt láttuk így Magyarországon, hogy inkább a mély szegénység körében vagy a nehezebb körülmények között élők személyek körében jelnek meg ezek az új típusú, akár designer cuccok, de úgy tűnik, lehet, hogy azért ez nem csak őket érinti, csak teljesen más motiváció. Tehát ott a, a hétköznapi szörnyűségektől való elmenekülés eszköze lehet, itt pedig inkább a teljesítményfokozás, de ez még tényleg egy nagyon kezdeti eredmény, de szerintem mindenképpen érdemes ezt még vizsgálni. De hát nyilván akár ez attól függően is megjelenhet a szereknek a a differenciáltsága, hogy milyen pozícióban, milyen munkakörben van. Tehát Biztos, hogy van egy olyan munkafüggőkör, akik meg a kokaint fogják választani, megtehetik, és hogy az, az segítheti őket a, 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 a folyamatos pörgésben, de ugyanígy nyilván az amfetamin is felmerülhet. Szóval ez valószínűleg ettől is függ, hogy milyen társadalmi körök melyik országról beszélünk. Ugye nálunk eleve a kokain az alig van jelent, tehát sokkal inkább jelen vannak ezek az új szerek, úgyhogy ez is lehet például egy különbség könyvedben külön fejezetet szentelsz a nemi különbségeknek a munkafüggőség terén. Mennyiben érinti ez másként a nőket és a férfiakat? A kutatások alapján a rövid válasz az az, hogy semennyire. Tehát ugye az derül ki, hogy nincs különbség. Ezt egy metaanalízis, ami nagyon sok kutatást elemzett, megállapította, hogy ugyanolyan mértékben jelenik meg a nők és a férfiak körében. Ami szerintem azért egy picit árnyalja a képet, hogy talán úgy egyenlő, egyenlítődik ki a dolog, hogy a nőknek és a férfiaknál talán más belső motivumok, vagy akár más személyiségvonások vezethetnek ahhoz, hogy, hogy, hogy munkafüggővé váljanak. A férfiaknál például egy olyan társadalmi szerepelvárás, az sokkal erősebb, hogy ők dolgozzanak többet, akár tartsák el ők a családot. Tehát akár Magyarországon is, még a mai napig ez a nagyon sok esetben a családi a, hogy mondjam, elvárás vagy kép, hogy a, a férfi legyen a kenyérkereső, ő, ő dolgozzon sokat, ő legyen magasabb pozícióban, ő vigye haza a pénzt, és ez akár egy ilyen terhet is, tehát a személyeknek teljesítenie kell. Ugyanígy vannak olyan személyiségvonások is, amik inkább a férfiaknál jelennek meg ilyen maszkulinabb személyiségbúrások, mint a versengés, vagy, a, vagy akár a, a, az erős teljesítmény motiváció, ezek mind-mind inkább azt predestinálják, hogy akkor a férfiaknál jelenjen meg a, 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 munkafüggőség erőteljesebben. Ugyanakkor a nőknél is van egy csomó olyan dolog, ami miatt ami miatt az derülhet ki, hogy ők, ők is érintettek, és bár azt mondtam, hogy a metaanalízis a, a, két nem közötti különbség kapcsán nem talált semmilyen eredményt, vagy, vagy különbséget a mi hazai kutatásunkban több adat felvételni, és az derült ki, hogy a nők veszélyeztetett Tehát Magyarországon valahogy ez, ez derül ki. És hát ezen én is nyilván sokat gondolkoztam, és sokat, tehát foglalkoztam ezzel a kérdéssel a könyvben is, és hát igazából itt csak feltételezéseink lehetnek. Ugye az egyik, az, az akár pont abból fakadhat, amit az előbb utal, amire az előbb utaltam, hogy a nőknek Pont azért, mert még mindig sokkal alacsonyabb a fizetésük a férfiakhoz képest, kevésbé vannak magasabb pozíciókban, kevésbé lesznek belőlük vezetők, ez a legkülönbözőbb szakterületekre igaz, sokkal nagyobb a nyomás, hogy többet dolgozzanak azért, hogy elismerjék őket. Tehát azért, hogy ő aztán ténylegesen mondjuk főnök lehessen, vagy előrébb kerüljön a ranglétán, ezért neki többet kell tenni az asztalra, talán, mint egy férfinak. De az is lehetséges, hogy, hogy a, a, családalapítás is egy tényező lehet, akár a fiatal nők esetében, mert például egy kifejezetten budapesti fiatal mintán azt láttuk, hogy ott a, a nők ugye veszélyeztetettebbek. Lehetséges, hogy még a, a, a családalapítás előtt nagyon erősen érzik azt, hogy most még meg kell tolni, most még meg kell találni a legjobb pozíciót, és aztán úgy mehessenek gyesre, és úgy vállaljanak gyereket, hogy a visszatérés így könnyebb lén, és ne akkor kelljen előről kezdeni. És hát természetesen a nőknél is vannak olyan személyiségvonások, meg olyan akár szociodemográfiai jellemzők, amik miatt azt mondhatjuk, hogy ők nagyobb veszélyben vannak. Az egyik az, hogy őket már eleve úgy nevelik általában, vagy hajlamosabbak az emberek úgy nevelni a nőket, hogy legyél jó kislány, csináld meg szépen a leckédet, szorgalmas legyél. Tehát ez a fajta ilyen lelkiismeretesség, ez nagyon erősen ott van a, 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 a lányok nevelésében, és aztán valóban egyébként, ha megnézzük a, akár a nagy öt személyiség vonás kapcsán, hogy mit látunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a nőknél erősebben megjelenik például a lelkismeretesség, mint mint vonás, ami azért a munkafüggőséggel együttjárást tud mutatni, de ugyanígy a nőknél ez a fajta perfekcionizmus, alacsonyabb értékelés is erősebben meg tud jelenni. Tehát vannak ilyen vonások is, amik azt mutatják, hogy hogy talán ezért, ezért jelenhet meg a körükben erőteljesebben. És még egy utolsó dolog, hogy azt is láttuk a kutatásainkból, hogy a szellemi foglalkozásúak körében magasabb a munkafüggőség, és a diplomások körében is, és a nők körében ezek a... Tehát a nők között több a diplomás és több a szellemi munkás, mint a férfiak körében, tehát ez megint csak lehet egy ilyen tényező, ami erre eltolja az eredményeket. Most a mai világban így elég összemosódnak a határok a munkaidő, meg a szabadidő között, és ebben azért szerintem jelentős szerepe van a digitális kommunikációnak is, hogy folyamatosan az ember hazamegy, csak a csipog még az üzenet, meg az e-mail, akkor még elolvasom, akkor erre válaszolok. Hogy mennyire járul, szerinted hozzá ahhoz, a, ahhoz hogy a munkafüggőség terjed, terjedőben van? Egy, hát ez is egy kérdés, hogy mennyiben van terjedőleg, de én mondjuk azt gondolnám, hogy igen, hogy, 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 hogy ezek a digitális kommunikációs technológiák egyre szélesebb körben elérhetőek, és az embereknek elmosódik a, a határa a szabadidő és a munkaidők között. Ez egy nagyon fontos tényező, tehát ez biztos, hogy fokozni tudja. A, a munkafüggőség megjelenését, ö, ugyanis pontosan azért, amit mondasz, hogy hazamegy az ember, és ugyanúgy tudja folytatni a munkáját, sőt, akár a buszon is tudja folytatni a munkáját, vagy ö, ha a vezetés közben nem is, de egyébként akkor is lehet telefonálgatni. Szóval igazából ezek az eszközök, ha akár csak a telefonnal kezdjük, ö, folyamatosan fenntartják a, a munkaidőnek a, és, a, munka, és a, a munkának a lehetőségét. Tehát ez a klasszikus. Ö, ö, történet, hogy van a munkahely, és van az otthonom, ez már nagyon sok emberének tényleg teljesen összefolyik, mert már bárhonnan tud dolgozni. És nyilvánvaló, hogy az elmúlt két évben a Covid alatt ez csak romlott, hiszen azoknak is meg kellett szokniuk, meg kellett tanulniuk az otthoni munkavégzést, vagy teljesen új eszközöket kellett bevezetniük a a szakmáikban, akik, akik korábban ezt nem tették meg. Tehát ez egyfajta kényszerhelyzetet teremtett most a COVID alatt, és biztos, hogy hát ugye tudjuk, hogy nagyon sokan ezt nem is szeretik, és nem is fogják ezt fenntartani, mert egyszerűen nem az ő világuk. De nagyon sokan aztán ebbe viszont megtalálták a lehetőséget. Úgyhogy ez, ez például egy izgalmas kérdés, hogy a COVID alatt mi történt, de a COVID-tól függetlenül is azt mondhatjuk, hogy a a távmunka, vagy az otthoni munkavégzés, az már korábban is mutatta azt a jelenséget, hogy a, a távmunkában dolgozók többet dolgoznak, mint a nem távmunkában dolgozók. Tehát nagyon sok előnye is van a távmunkának, akár például a, a közlekedés okozta stressz elkerülése, a munkahelyen tapasztalatú egyéb ilyen stresszforrásoknak a, a kiiktatása például ilyenek. De ugyanakkor tényleg hátránya is van ennek, pont ez, hogy, hogy nagyon sokszor nehéz azt megtenni, hogy mondjuk az otthoni, nem tudom, ebéd közben még csak, csak belenézek a levelembe, vagy, vagy akár tényleg, amikor valaki otthon valami más csinálna egyébként a számítógéppel, és tényleg a számítógépben biztos, hogy egy, hát egy kulcsfaktor, akkor azért még csak oda a levelek közé, csak megnézem, hogy, hogy jött-e valami fontos válasz. Ez bizony sokkal nehezebbé teszi azt, hogy, hogy félre tudjuk tenni a munkát, és azt mondjuk, hogy mostoként tényleg pihenek, mert egyszerűen szükségem lenne rá, de ott van előttem, meg tényleg hallom az üzeneteket, és akkor muszáj megnézni. Most eljutottunk akkor oda, hogy, hogy oké, okay, valaki felismerte azt, hogy problémája van a munkafüggőséggel, de mit lehet tenni? Uh -huh. És ezzel, ezzel is foglalkozol a külön fejezetekben, a könyvedben, hogy... Milyen módszerek vannak arra, hogy segítsünk, vagy segítsen, segítsenek magukon a önsegítő csoportok, stb. Tehát mi, mi az, amit tudnak tenni azok, akik munkafüggőséggel küzdenek? Uh -huh. Ugye önsegítő csoportot említettel, egyébként Magyarországon is van egy ilyen közösség, a Névtelen Munkaholisták, akik várják az érintetteket, és ők ugye, mint minden ilyen önsegítő csoport, Saját maguk alulról szerveződve, nem egy szakember jelenlétével, hanem egymást segítve, a saját tapasztalataik révén támogatják egymást. Nyilván ez is egy, egy segítség lehet, hogyha valaki felkeresi ezt a, ezt a közösséget, de emellett mindenképpen jó, hogyha ha a pszichológushoz, hogyha szakemberhez fordul a, a személy, hiszen itt akár pontosan azokat a, a mélyebb, mechanizmusokat érdemes megismerni, feltárni, hogy, hogy vajon mi, mi okozza azt a belső kényszert, ami miatt ennyire azt érzi, hogy folyamatosan bizonyítania kell és dolgoznia kell. Tehát azt gondolom, hogy az, 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 az egy nagyon fontos lépés, hogy keressünk, segítség, forduljunk segítséghez. Ezen a téren, hogy milyen módszer lehet jó, még nagyon kevés eredmény van, de például amiről tudunk, hogy, hogy hatékonynak tűnik egy-két kutatás alapján, azok az ilyen meditáció alapú terápiák, maga a mindfulness nem jelent meg ebben a kutatásban, de azt gondolom, hogy ez nagyon jól kapcsolható ide, és most nagyon sok más probléma, akár addiktív zavar esetében is előtérbe kerül ez a, ez a módszer. Ugye itt, itt, mindenképpen segíthet a személynek arra, hogy, hogy, ne azon szorongjon, agyaljon folyamatosan, hogy mit csinált rosszul, meg mi minden van még előtte, hanem egy picit megpróbál a jelenben lenni, és segíti a személyt így, így ellazultabbá, relaxáltabbá válni. Tehát ez, ez mindenképpen fontos lehet. Kognitív viselkedés terápiás módszerek terén is voltak már próbálkozások. Ott ugye az a fontos, hogy azokat az úgynevezett ilyen maladaptív kogníciókat vagy sémákat felismerjük, amik folyamatosan ott vannak az agyban, hogy ha nem csinálom meg ezt, akkor el fogok bukni, nekem kell a legjobbnak lennem, különben megszégyenülök az apám előtt. Tehát, hogy nagyon sok olyan berögzült ilyen káros séma, vagy hogy, tehát ilyen maladaptív kogníció lehet a fejünkben, ebben az esetben, amit, amit ilyen terápiás keretek között egyrészt fel kell ismerni, meg kell érteni, és aztán ezeket le kell tudni, vagy meg kell, megpróbálunk így leépíteni. De ahogy említetted a könyvemben, próbáltam egy-két ilyen praktikus javaslatot is tenni, akár arra vonatkozóan, hogy a munkahelyen hogyan érdemes hozzáállni a feladatokhoz, tehát hogy, hogy ne vállaljunk el mindent. Tehát például próbáljunk meg nemet mondani feladatokra, és érezzük meg annak a Akár pozitív oldalát, akár a kontroll kapcsán, hogyha én nemet tudok mondani néhány feladatra, akkor akkor azt a döntést én hozom meg, és az én kezemben van a kontroll, és nem kell azt éreznem, hogy ettől én egy gyenge valaki vagyok. Fontos, hogy tervezzünk, hogy próbáljuk meg végig gondolni akár azt, hogy, hogy azok a feladatok, amik előttünk vannak, azok közül mi az, amit tényleg fontos, mi az, amit akár halaszthatunk egy picit. Megpróbálhatjuk, hogy mi van akkor, hogyha valamit lehet, hogy nem határidőre adunk le, lehet, hogy nem fog összedőlni a világ, hogyha egy, egy pár napot vagy akár egy hetet késik az az anyag. Ugye nagyon sokszor ezek, ezek a szorongások is ott vannak, hogy nekem mindent időben meg kell csinálnom tökéletesen. Ezeket bizonyára nagyon nehéz lehet egy munkafüggőnek így rögtön azt mondani, hogy jó, akkor most innentől kezdve nem mondok meg nem tartom be ezeket a általam szabott nagyon magas, vagy nagyon nehéz szabályokat, de hogy kezdetekben, apró lépésekben ezeken el lehet kezdeni elindulni, tényleg akár prioritás lista összeállításával, vagy akár mérlekkészítésével, hogy, hogy, hogy mit ad nekem ez a sok munka, és mit vesz el az életemben, és lehet, hogy akkor már látni fogom, hogy hoppá, itt azért lehet, hogy most megemelték a fizetésemet, de nézzük csak meg, hogy mi mindent veszítettem el az elmúlt két évben. És akkor azért ezek fontos lépések lehetnek a, akár abban, hogy felismerjem, hogy, hogy nekem ezzel a problémám van. Igen, ezek mindegyik érdekes volt, amit említettél, és az különösen érdekes, hogy említetted, hogy az emberek nem tudnak a jelenben lenni, és ugye mindfulness meditációnak is ez a célja, és hogy ez igazából ez egy ilyen rákfené a mai kornak, és pont ezzel kapcsolatban rőtt fel bennem, hogy kicsit ez olyan, mintha egy ilyen ellenszélben kellene felépülni a munkafüggőségből, mert egy, egy, olyan kultúra, meg egy olyan társadalom vesz minket körül, ami folyamatosan nyom bele minket abba, hogy, hogy, hogy mindig így más felé nézzünk, ne a jelenbe legyünk, hanem mindig ilyen különféle elénktárt, örömforrásokat magunk elé tűzzünk, és hogy, 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 hogy vajon lehet-e ezt csak egyéni szinten kezelni, vagy tehát, hogy, hogy igazából itt Azért itt szükség van egy társadalmi, kulturális változásra is, nem? Abszolút. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert amíg a társadalomból azt az üzenetet kapjuk, hogy csak akkor boldogulsz, hogyha te a legjobb vagy, hogyha te minden lehetőséget kihasználsz, és hogyha te nem. Ö, lettél sikeres, akkor az biztos a te hibád, mert akkor valószínűleg nem kerestél eléggé, nem tettél meg mindent. Ezek nagyon súlyos üzenetek tudnak lenni, és nem véletlen, hogy egy idő után az ember azt éli meg, hogy jó, hát akkor ő maga elbukott. Ő csinált valamit rosszul, hogyha nem talált meg álmai munkáját, és nem azt érzi, hogy, 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 a munkája az egyben a szenvedélye, akkor, akkor az biztos, hogy az ő hibája pedig ez egy butaság, mert nem találhatja meg mindenki a, a, a munkában a, egyben a hobbiát is. És egyébként nem is biztos, hogy ez jó, ez is egy érdekes kérdés, mert akkor megint csak lehet, hogy eltolódik könnyen ez a határ, hogyha nekem a hobbim a munkám, akkor akkor, akkor nagyon könnyen belecsúszhatunk abba, hogy minden percünket a munkával töltjük. De lényeg az, hogy, hogy igen, hogyha ezeket az üzeneteket kapjuk, akkor ez nagyon súlyos telként nehezethet a vállunkra. Egyébként, ahogy említetted, ez nagyon sok téren így van, tehát akár a Akár mondjuk az anyaság is ilyen, hogy legyél tökéletes anya, minden percedet törzsd a, a gyermekeddel, és, és nagyon felelősen már bölcsödés korában tud, hogy ő majd melyik egyetemre fog menni, és hogyan fogod táplálni, és milyen, hány percet engeded a kezébe, ugye a kütyüket, stb. És ez fontos is, hogy tudatosan neveljük a gyerekünket, de amikor az a az, az az üzenet érkezik, hogy mindent tökéletesen kell tenned, az a legtöbbször inkább visszaüt, mintsem, hogy az ember boldog legyen. És nagyon sok embernek a munkája az egész egyszerűen csak a munkája, amit teljesen oké, okay, de mégis azt élheti meg, hogy hát akkor ő biztos nem elég menő, nem elég jó, hogy ő egyszerűen csak bemegy nyolcra, ott van négyik, megcsinálja a tisztesség, aztán hazamegy. És mégis akkor ő talán nem annyira értékes, mint az az ember, aki egész nap csak dolgozik. Tehát ebben teljesen igazad van, hogy társadalmi szinten is változásokra lenne szükség, és azt gondolom, hogy ha a munkafüggőségnek azért az a fajta mítosza, hogy ez egy jó dolog, elkezd így lerombolódni, akkor, akkor már valamit azért talán teszünk, hiszen akkor, akkor, akkor nem kell feltétlenül arra gondolnunk, hogy igen, hogyha ő munkamániásként dolgozik, akkor, akkor ő akkor ami jót csinál, hanem, hanem ilyenkor akkor látjuk azt, hogy ennek van egy nagyon fontos árnyoldala. Most az alkoholizmus esetében is a legtöbbször előbb veszik észre a problémát a hozzátartozók, meg a körülöttel élő emberek, mint, maga az, adó, mint az, maga az érintett személy. És gondolom ez így van a munkafüggőség esetében is, és azért fontos lenne, hogy mit tehet a hozzátartozó akkor, hogyha van egy munkafüggő ember, aki, aki nem szembesül ezzel, és nem akar ezzel szembesülni. Vannak ugye, akik azt mondják, hogy hát el kell érni a mélypontot, és csak utána lehet változni. Aki azt mondja, hogy nem, ez nem igaz, korán be kell avatkozni, te, te mit gondolsz erről? Ö, azt gondolom, hogy ez egyéntől f f f fog függeni, tehát ebben teljesen igazad van, hogy valaki egyszerűen el kell jutni a, a, a legmélyéig, amikor már azt látja, hogy elhagyja a családja, és valamilyen súlyos betegségek kialakul, valakire itt jön el az a pont. Én nem azt gondolom, hogy ideig el kell menni, tehát én is azt gondolom, hogy mielőbb szembesíteni kell a másik embert, hogy te ezzel, neked van, ez így nem mehet tovább. Pont azért, mert ha ezt folytatod, akkor szívrohamban fogsz meghalni, vagy, vagy egész egyszerűen nem lesznek már barátaid, nem lesz körülötted senki, vagy, vagy, vagy a vagy is. És nem azt mondom, hogy fenyegesse meg, mert az sem jó, hogy azt mondjuk, akkor elhagylak, de azt mondjuk, igen, és vissza lehet jelezni, hogy hogy szembelek ebben a kapcsolatban nem jó ez így, ahogy élünk, hiszen, hiszen te folyamatosan távol, vagy folyamatosan dolgozol, és nekem is vannak szükségleteim. Ugyanakkor fontos az, hogy a hozzátartozó ne hibáztassa egy tehát ezért, mint más beteg esetében, itt is azért fel kell tudni ismerni azt, hogy, hogy ez, ez egy probléma, és ő ezt nem feltétlenül azért csinálja, mert ő, ő így döntött, hanem, 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 az élete így alakult, és az ő személyiségéből, meg az egyéb általa hozott dolgokból ö, váltő vált munkafüggővé. Tehát azért fontos, hogy empatikusan álljunk a, a hozzátartozónkhoz, de, de azért igenis meg kell tudnunk húzni a saját határainkat. Nagyon sok hozzátartozónál, most itt elsősorban a magánéletre gondolok, akár ez abba is ö, ö, megjelenhet, és itt megint látunk párhuzamot egyébként az alkohol, betegek kapcsán, vagy az vagy alkoholbetegekkel, hogy akár itt megjelent egyfajta társfüggőség is, hogy, hogy ha már ő szegény annyit dolgozik, egyfajtaban, akkor majd én mindent magamra vállalok, és akár én viszem a háztartást, én ápolom a hozzátartozóinkat, meg a gyerekekkel én foglalkozom, meg, meg mindent én csinálok, mert szegénynek annyi a dolga. Tehát, hogy ez sem jó hozzáállás, hanem igenis ilyenkor ö, fontos az, hogy együtt felismerjék, hogy ez, ez így nem egy egészséges párkapcsolati vagy családi működés. Tehát ezekre a hozzátartozónak fel kell hívni a figyelmét, és igenis ki kell állni a saját magáért. De mondom, hozzáteszem mindezt úgy, hogy azért ő is hát minél inkább próbálja megérteni a másikat, hogy hogy neki ezzel nehézségei vannak. És hát természetesen jó, hogyha felvetik akár azt, hogy elmennek. Meg az is jó, hogyha elmennek párterápiára, vagy családterápiára, vagy pedig arra meg kell próbálni, vagy érdemes akár rábeszélni a. A munkafüggő szemét, hogy ő maga egyénileg menjen szakemberhez, hogy ő elmegy, az nyilván az ő döntése. Tehát lehet, hogy ő ezt nem fogja tudni még megtenni, ez ugyanúgy, mint más szenvedélybetegségeknél, ezt nem lehet kényszerrel megtenni, hanem ez az, ő, ez az ő döntése kell, hogy legyen. Szóval ez szuper izgalmas témák, és remélem, hogy a, a nézőink is kedvet kaptak ahhoz, hogy elolvassák a könyvet, és hát mondjuk el azért nekik, hogy hol lehet uh, majd ezt a könyvet kapni. Az a helyzet, hogy ez még csak előrendelhető. Március 30-án fog megjelenni az Ateneum kiadó, gondozásában, és hát ahogy megjelenik a könyv, úgy azt gondolom, hogy a könyvesboltokban és az online könyvesboltokban kapható lesz majd. Tehát e-book formában is lehet? E-book formában is lehet majd kapni ezt a könyvet, tudomásom szerint. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Köszönöm. Ez volt a Drogriporter Café, a Drogriporter beszélgetős műsora a drogpolitika híreiről, érdekességeiről. Minket, ezt a civil szervezetet, ami ezt a műsort készítette, a jogriport alapítványt nem támogatja az állam. Nagy szükségünk van a ti támogatásotokra. Legyetek ti is a támogató tagjaink, látogassatok el a drogriporter.hu oldalra. Köszönjük szépen!